cselekvésre lenne szükségünk, amit nagyon nem lehet beborozva csinálni. Mi az, amihez igazán józannak kell lenni? Beszélni a szülőkkel. Tetoválni. Mit csinálni? Szondát fújni. Tetoválás, szonda fújni. Nagyon jó beszélni a szülőkkel is, csak az akciót nem látom benne. Hogyha mondasz hozzá valamit, akkor rögtön be leszünk. Tehát hazalopakodni, igen, részeget. Oké, megszavazzuk, mert a következőben egy olimpiai számot szeretnénk csinálni most. Tehát van a tetoválás, a szondafújás és a részegen hazatámolygás, mint olimpiai műsorszám. Melyik a legszimpatikusabb? Ki az, aki egy tetoválás olimpiát szeretne látni? Ki az, akinek van ezek közül? Ki az, akinek a szondafújás a legszimpatikusabb? És a hazatámolygás a szülők ellenére? Ez ilyen, csak összehoztuk. Tehát akkor Kata, kérlek szépen, hogy ez a részegen hazatámolygásból egy olimpiai műsorszám, hogy biztos, hogy nem jó volt itt áll. És egy kommentátorunk és egy szakkommentátorunk van. Kérnék szépen egy nagy tapsot a magyar reménységnek. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a hazatámolygó olimpia döntőjéről, ahol mondjuk érdekeltségünk neves Takács Kata, aki már megfelelően alapozott, mellettek szakkommentátorunk. Jó estét kívánok, Boros Lajos vagyok. Boros úr, mivel alapozott Kata? Mit lehet tudni? Hát az biztos, hogy az edzőtáborban a bikini számait sokat hallgatta. Ugye az a kabalagot, hogy azt a telefonján is, de most már elkezdte, úgyhogy beszélni a versenyt. Már a bejárati ajtón való betalálás az első szám. Igen, hát ugye ezen az expói területen minden versenyző kapott egy 50 négyzetméteres maket lakást. Jajjajjajj, tavaly Stuttgartban nagyon csúnya ajtófélfa volt belőle, Kata, vigyázz, légy szíves. Ez körülbelül a cirkuszi kötéltánccal ér föl, átmenne a küszöbön, hangtalanul! Igen, na, riasztó kikapcsolás, az kemény lesz. Emlékezzünk a kódra, vajon ilyen állapotban, ugye mindig ez a tét. Mission Impossible filmet a lézersugarak alatt, most körülbelül ezt teljesíteni. Igen, Kata Cseres, biztosítítok, hogy akar az egész házban, hoppá! Ez a sárs kemény, ez kemény lesz. Igen. Bruce-i szabadalmaztatta, és azóta, hogy sok... Az de szép, ahogy Barry szép, egész riasztott. Hát nem tudom, hogy a gyerek azt nem hallja meg ezt, hogy leesik ez a több kilogramos. Megvan az első, nagyon jól látott a művészi kivitelezésben és technikailag is. Na, ajajajaj, az előszobában az üvegek. Hát igen, ez egy csúnya rugás volt. Úgy láttam, mint a tekebábú gurulnak szét a üvegek. Ne baj, jaj, piászkata, jaj. Na, ez viszont szép volt ez a kapaszkodás. Nézzük meg ezt visszajátszva azt, hogy lassítva, ahogy az rálikban az... Elképesztő szinte, mint egy piruettet lejtene. Hát utoljára a Jégtánc világbajnoksága láttam ilyet a szólóban. De ott az esernyőtartó, és elkapjuk-e? És már itt az élő kép, amivel megúszta ezt a kis misszióját, Kata. És hát egy bonyolult, nagyon bonyolult, ugyanis a konyhában elől hagyott tányérok mellett a kijövött krumpli híjakon kell átvágnia. Hoppá, na ez a póktechnika, erről tudnám mesélni. Ez nagyon alpinista volt, Kata, jól tudom, hogy ezeket a nagy üvegfalat. Igen, úgy nevezik a szabad, hogy a poliktat annyira tapad gyakorlatilag. Aha, szép, valahogy a szomszédok benéztek, ezt valahogy meg kommunikálni kell szegények. Ja, hoppá! Ne baj! Levonás lesz ezért. Mert ha a WC-be csináltak volna még, akkor a bírók elnézik, nagyon kell sietni, Kata, mert a pillanat a kettes fájl elindultak, és hát a prácián... És ez egy házas pár, nekik egy picikét könnyemet tudják egymást támogatni. Katának egyezülálló asszonyként nehezebb. Na, itt vagyunk már a gyerekszoba ajtajában. Be kell nézni a gyerekre, hogy a takaró alatt fekszik, rendben van. Na, vajon mindegy fölébredt a gyerek, azt jelenti vajon? Ez is vagy az én mozognak, azt nézzük vissza ezt a magyaros, legényes táncnetegányos meccs. Csúnyogatós tettél egy kicsike, aha. Ingyen, ajaj. Kicsit megijedt a gyerek, ahogy elvezett fel az arctól, de nem vagy le is csinni most. Hát igen, meg őkön ezt adjuk, hogy ketten vannak a takaró alatt. Nem baj, megosztanak, és most be kell, hogy a hálószobában a saját ágyát megtalálni. Ezért az kemény lesz. Igen, belőtt a franciájába, és ez az idő, ez fantasztikus. Tehát, hogy megvan az aranyérem, kérdezik. Magyarország, Kata révén, aranyérem lesz. És akkor jön a következő.